Részleges megállapodásra jutott Szerbia és Koszovó a határvitában. Szerbia megszünteti a koszovóiaknak kötelező kilépő és belépő dokumentumokat. Cserébe Koszovó vállalja, hogy nem vezet be ilyen kötelezettséget a szerbeknek. A rendszámhasználatról egyelőre nincs egyesség. Órákon át szóltak a szirénák egy hónappal ezelőtt a koszovói Mitrovicában. Az egész város talpon volt, a NATO békefenntartókat készültségbe helyezték, a település szerb és albán oldalát összekötő hidat a koszovói rendőrség lezárta. A koszovói szerbek kövekkel és földekkel megrakott teherautókkal torlaszolták el a koszovói és a szerbiai határa vezető utakat. Lövések is eldördültek. Háborús hangulat uralkodott Mitrovicában, ahol egyébként is pattanásig feszült a helyzet. A hatalmas tiltakozást az váltotta ki, hogy akik augusztus 1-től szerbiai személyével léptek volna be Koszovóba, 90 napos ki- és belépési igazolást kaptak volna az átkelőnél, rendszámtáblájukra pedig egy ideiglenes koszovói matricát. A Koszovóban élő szerbeket, mintegy 50 ezer embert pedig arra kötelezték volna, hogy minden okmányukat és autójuk rendszámtábláját is cseréljék le koszovóira. A döntés a viszonosság elve alapján született Pristinában, Szerbiában ugyanis már évek óta ez a gyakorlat a koszovói állampolgárokkal szemben. Július utolsó napján végül az Egyesült Államok kérésére a pristinai kormány egy hónappal elhalasztotta az intézkedés bevezetését. A határidő közelettével a héten a washingtoni kormányzat és az Európai Unió képviselői is intenzív tárgyalásokba kezdtek Pristinában és Belgrádban is, és eredményeket sikerült elérni a határátlépéssel kapcsolatos vitában, igaz, csak a személyigazolványok ügyében. A koszovói szerbek és minden más állampolgár ezentúl szabadon utazhat Szerbia és Koszovó között személyazonosító okmányával. Szerbia beleegyezett abba, hogy eltörli a koszovói személyével rendelkezők számára az eddig kötelező kilépő és belépő dokumentumot. Koszovó pedig beleegyezett abba, hogy ott sem vezetik ezt be a szerb személyével érkezőkkel szemben, mondta az EU biztonságpolitikai főképviselője, de hozzátette, van még olyan terület, amiben a két fél a közvetítés ellenére nem tudott megegyezni. Ez pedig a rendszámtáblák ügye. Egyelőre marad minden a régiben, azaz a koszovói rendszámú autóknak, amikor belépnek Szerbiába, le kell ragasztaniuk a táblán lévő nemzeti szimbólumokat, és ugyanezt követelik meg Koszovóban is a szerb autósoktól. A térségben Koszovó 14 évvel ezelőtti függetlenedése óta folyamatos a feszültség, aminek legfőbb oka az, hogy Belgrád nem ismeri el független államnak Koszovót, és továbbra is Szerbia részének tekinti. Koszovót 1,8 millióan lakják, több mint 90%-uk albán, 6%-uk szerb nemzetiségű. Washington és az Európai Unió közvetítői szerint mindent meg kell tenni, hogy Európában a mostani helyzetben ne alakuljon ki újabb válsággóc.